Üdvözlök mindenkit szívemből, sok-sok szeretettel. Ez itt az igazi Dopen TV adása, benne a Doperatív, a törzs fejével, Laci királlyal, a guru valakiben csalódni fogsz, és csak csalódni tudsz, vagy így, vagy úgy, de mindenféleképp csalódsz. Ha meg nem csalódsz, akkor ott vagy, ahol én, a 8. kerületi rém. Ha még nem tetted volna, akkor iratkozz fel az igazi Dopman TV YouTube csatornájára, lájkold, diszlájkold, illetve kommenteld annak a tartalmait ízlésed vagy ízléstelenséged szerint, de mindenféleképpen nyomjál rá a kis harangra és hozd is meg a cuccokat. Köszönöm. Ha Facebookon követsz, akkor subscribe, kövess be az Instagramon, a TikTokon, nagyon fontos. Fönn vagyok a Twitteren, a Redditen, és van egy különbejáratú Dopfiber mafiám. Támogasd a tartalomgyártást. Összesen 21 darab adományozón van a Patronon. Csatlakozz hozzájuk. www.patron.com/azigazidopmentv. Ott lehet mikroadományokkal, vagy, amit jobban szeretek, makroadományokkal támogatni a tartalomgyártást. Ha élő premier formájában nézed ezt a videót a YouTube-on, akkor küldhetsz szupercsetet, matricát, meg mit tudom én még mit. Ha már elkötelezett Zenergy fogyasztó vagy, ne idegeskedjetek, jön az utánpótlás, egyelőre a matricákra várunk, mert a dobozok még nem festettek, hanem matricák vannak rajtuk, amikben ilyen kis dopikoanok vannak, és amik segíthetik az életetek élését. Úgyhogy ezeket gyártják most, mert ami már rajta van a matrica, az ma holnap elmegy Svájcba. Összesen 65 karton elindul Svájcba, Svájc hódító útjára. Elég sok fele elindult már ez az Energy, és több mint 50 boltban ott vagyunk. Hogyha szeretnétek megnézni, hogy hol, akkor a www.zenerge.hu oldalon, a hol kapható linkre kattintva láthatjátok azt, hogy hol tudtok Zenergyt venni, mert a webshopról most egyelőre nem rendelhető. Mivel kifutottunk a készletből, de gyártás alatt van, és nem sokára jön. Mert a készik belőle, annak nagyon ízlik, és hozzátesz az életéhez. A www.dopshop.hu oldalon továbbra is kaphatók a Don Veto cuccok, illetve a Havav dizájnos cuccok, a gúlopni póló, kársapkák, meg minden más, úgyhogy menjetek oda, nem sokára bővítem a termékek listáját, szeretitek a Dopshopot, úgyhogy ott is körbenézhettek, ha szeretnétek. Hitelügyekbe továbbra is forduljatok hozzánk bizalommal, www.dopehitel.hu. Kérdezik, hogy mit tartalmaz az Energy. Az Energy az egy szuper egészséges üdítő, hát talán a legegészségesebb azok közül, amit ilyen aludobozból ihatsz. Tehát van benne matetea kivonat, zöldtea kivonat, ginzeng, C-vitamin, a napi C-vitamin igényed 75%-át tartalmazza, magnézium, citromfű, egyébként ezek azért vannak így benne, mert a zen meditációt hivatott egy kicsit modellezni, tehát fölfrissít, de egyben éberen tart, és nyugalomban. Ez ugye a tea, a ginzeng, ezt állítja elő, a magnézium meg a citromfű, azok pedig nyugtatnak. Lime kivonat van benne, rumaroma, hát kedvencemet, a kájpirinját követte le ízében, úgyhogy aki kóstolta, az majdhogy nem 99,8%-ban pozitívan nyilatkozott róla. Nagyon boldog vagyok rá, és nagyon büszke. Ez egy igazi magyar startup, magyar ízfejlesztővel csináltuk az útmutatásaim alapján, magyar palackozóüzemben gyártjuk, tehát egy 100%-ig magyar termék, és szerintem abszolút íze és dizájnja alapján alkalmas arra, hogy a világpiacon is bizonyítson, úgyhogy ha úgy dönt a magyar állam, hogy keres valamit, ami lenyomatot hagyhat a világban, és ráadásul nem csak profitorientált cucc, hanem van szellemisége, filozófiája, akkor nyugodtan segítsen meg minket, ha nem, akkor pedig megyünk a rögös úton, és elérjük azt, amit el tudunk úgy, ahogy sikerül. Na ennyi az Energyvel kapcsolatos információ. Tervezem, hogy fogok tartani meditációs kurzusokat, nem sokára kiteszem, hogy mikor lehet jönni,
Maximum 10 fővel megy egy foglalkozás, de 5 embernél már megtartom. A belépő 5000 forint lesz fejenként, és itt fogjuk tudni gyakorolni a meditációt, ilyen irányított meditációkat fogok tartani. Sokan kérdezitek, hogy hogy kell meditálni, illetve tulajdonképpen hogy érdemes ezt a műfajt működtetni. Hát fogok csinálni ilyen alkalmakat, és akkor akár kurzusszerűen, vagy mint egy edzésre lehet jönni, olyan heti 2-3 alkalommal tervezem, hogyha kedvelitek és érdekel titeket, továbbra is szeretném csinálni a vacsora esteket, koncertezést. Nem sokára lesz egy menedzsment elérhetőségünk e-mailben, illetve telefonszámon, és ott lehet megrendelni előadásokat, koncerteket, illetve lehet tudni arról, hogy hol és mi fog történni. Továbbá jövünk több új dallal, a Fischer Norbi jön ide csütörtökön énekelni az Annyi Minden című dalba, amiben már benne van az új felfedezettem, a Sámán, mert van nekem egy új felfedezettem, a Sámán, akivel csináltam egy Viszperton című dalt. Ha szeretnétek tudni, hogy ki az a Viszperton, akkor nézzetek utána a TikTokon, nem őt bántjuk a dalban, de az ő általa prezentált jelenségnek állítunk egyfajta tükröt, legyen az görbe vagy tiszta. Ami kemény, hogy nem tudom még, hogy hova fogom feltölteni ezt a dalt. Tervezem, hogy felregisztrálok az OnlyFans-re, vagy a Patreon-ra, vagy a Google Drive-on csinálok egy linket, ahol elérhetitek a klipet, és azt csináltok vele, amit akartok. Tehát tölthetitek, ahova akarjátok, mert szerintem, ha én feltöltöm bármelyik csatornámra ezt a dalt, meg a klipet, amit tervezünk a Viszpertonból, tudja, hogy letiltják az összes platformomat, amit most még nem szeretnék elérni. Tehát még egyelőre maradok, mert ugye az a szerencsétek, hogy a gurunak vannak ilyen vonzódásai, meg kötődései. Tehát például extrovertált vagyok, meg szeretek így idézőjelben véve gengszterkedni, ilyen üzleti vállalkozásokat csinálni, de ez teszi azt lehetővé, hogy itt legyek, és valami olyat mondhassak nektek, ami a hasznatokra válik az életetekbe, hogyha akarjátok. Ha meg nem, akkor nem, és tudjátok velem meg általam tölteni az időt, én meg általatok meg veletek. Úgyhogy köszönöm ezúton is, namaste, hogy velem vagytok. És hogyha már kimondtuk azt, hogy namaste, akkor el is érkeztünk a mai adásnak a témájáig, ami nem más, mint hogy feszítsünk lámát, és tiltsuk be a dalait. Mi ott lehet egy ilyen címet adni egy videóval kapcsolatban? Feszítsünk lámát, és tiltsuk be a dalait. Szegény Dalai Láma. Nagyon együtt érzek vele, megmondom őszintén. Most sokan kapásból dűrohamot fognak kapni, de én szeretném, hogy ne kapjatok dűrohamot, hanem járjuk kicsit körbe ezt a témát, jó? Tehát legyetek szívesek, türelmesek lenni, és hallgassatok végig, és ha lehetséges, akkor kerüljétek el az őrjöngő és hőzöngő kommenteket, semmi szükség rá, nem mozdul tőle előrébb a világ. Nagyon sok tanulsággal bír a történet, úgyhogy érdemes egy kicsit körbe járni. És fontos is, mert sokan megkérdeztek ez ügyben, illetve hogy milyen hatással lehet ez a buddhizmusra. Na most először is azt szeretném mondani, hogy bármit csinál egy buddhista tanító, egy guru, egy szent embernek tartott valaki, az magát, a buddha tanát tulajdonképpen nem érinti semmilyen módon. Tehát mikor valaki hibát követ el, és mondjuk a Buddha útján jár, akkor kimozdult a Buddha útjáról. Akár mekkora is legyen a hiba. Kicsi, nagy, attól függetlenül a Buddha útja az a Buddha útja. Tehát a szent emberek presztízse, személye, ilyen szempontból cselekedetei nem lényegesek, hanem a Buddha útja a Buddha útja. Tehát, hogyha valaki azon halad, és figyelemmel van a nemes 8-szintű ösvényre, és értelmezi a 4 nemes igazságot, akkor az úgy rendben van. Na most
Ezért is nevezem magam körben gurunak, akibe csalódni fogtok, mert Ellen Watts meséli mindig azt a történetet, nem akarok plágiumot gyakorolni, hogy ugye a guru az azért van, hogyha tud tanítson titeket, és ti tanítsátok őt, de ő is ember, holdra mutató új, és nem a hold. És erre szokta azt a történetet előadni a Watts, hogy ugye elmennek ilyen spirituálisan izgatott nők Ázsiába, egy híres gurunak a kolostorába, hogy tanuljanak az útról. És akkor megérkeznek, nagy izgalomban leülnek a vánkosékre, és elkezdik hallgatni a gurut. És akkor a guru mondja nekik, hogy hogy működik az univerzum meg. Hogy mik a világ törvényszerűségei, meg egyébként mi, hogy működik, és látják benne a rációt, és ragad rájuk át a tapasztalás, és kezdik felfogni a dolgokat, aztán a guru elfárad a tanításba, és azt mondja, hogy na most egy picit kimegyek, tartok egy kis szünetet, és aztán jövök, hölgyeim. Jó van, mester, természetesen mester, mindenki bólogat, hajbókol, stb. Guru kimegy. Nők elkezdenek kíváncsiak lenni, meg kéne nézni, mit csinál a guru. Kimennek, látják, a guru cigizik. Hú, látod ezt, mit csinál a guru? A guru cigizik. A kurva élet. Na mindegy. Hát végül is annyira nagy dolgokat mond, hogy hát jó. Visszaülnek, visszajön a guru. Még nagyobb előadást tart, egy még nagyobb valóságok bomlanak ki a világból, mindenki érzi, hogy itt mindjárt megérkezés van, minden brutálisan szembesülnek a világ működésével, stb. Guru megint elfáradt, hát kimegyek egy kicsit, majd mindjárt folytatom. Oké. Kimegy, hát ugye megint utána osonnak, mert már bennük van a kíváncsiság, látják erre, hogy a guru nem, hogy cigizik, most mellé még egy fasz a kájpirinját is kortyógat. Az piázgatja. Összenéznek a nők, fölvonják a szemöldöküket. Hú, bazzik. Azért ez elég meleg, nem, hogy a guru issza a rumot és cigizik. Ja. Na de olyan nagy tanító, akkor a dolgokat mond, hogy maradjunk itt, hallgassuk tovább, mert ez egy szent ember. Visszajön a guru, kibontja az igazságot. Megjön a felismerés, tényleg átszakadnak a falak, a gátak, megjön a megértés pillanata, mindenki boldog. A guru elfárad, mondja, kimegy, és akkor holnap folytatódik egy nagy meditációval foglalkozás. Elbúcsúznak, de a nőket csak hagyja a kíváncsiság. Mindig a nőket hagyja a kíváncsiság, látjátok? A almába is ők haraptatták a férfit. Megharaptatták. És hát kimennek, és látják, hogy a guru egy cigivel a szájába, kezébe egy viszkivel kúrja az apácát, de keményen, mint a tököt úgy vereti neki. A nők összenéznek, hát mit csinál? Hát ki? Ez a sátán fia, miért nem fogják, csapot, papot ott hagynak, fölugranak az első repülőre, visszamennek New Yorkba, elátkozzák a gurút, elátkozzák a tanyját, elátkozzák az egész utat, és élik tovább a hétköznapi életüket, és szenvednek tovább, ahogy előtte. És keresnek valamit, amiben esetleg megváltást tanulnak, vagy találnak. Ugye, szóval mi a tanulság? Tehát összekeverték a tant a guruval. Bár lehet, hogy a guru az tökre tomba járva dugta, érted, a nővér cigivel, meg viszkivel, de ami a lényeg, hogy amiért csalódtak abban, aki átadta nekik a tudást, emiatt ugye eldobták a tudást is, pedig ők használhatták volna tovább helyesebben, mint a guru. És nagyobb mesterek lettek volna. Na de mondom, ha nem lennének a guruknak hívságaik, akkor nem lehetnének itt, és nem tanítanának, mert feloldódnának a nem akarásba.
meg a nem görcsölésbe, mert az egész létezésünk csak egy akarás, egy bizonyság. És ugye itt a Dalai Láma témáját illetően is tök izgi, nem, hogy itt Magyarországon tulajdonképpen húsvét hétfő robbant föl ez a történet, tehát mikor Krisztus ugye feltámadott, akkor a Dalai Lámát még megfeszítették. Csóró! Most mindenféle pedofil elátkozzák a buddhizmust az emberek. Király! Na most én a Magyar Buddhisták című csoportban láttam ezt a videót először, ami egyébként egy februári felvétel, azóta őszentsége, akit én nekem egyébként nem szentebb, mint bármelyik más emberi lény, már elnézést kért, szerintem azt is megbánta, hogy ránézett a kisfiúra. De hát itt most Magyarországon felrobbant ez a videó, lehozta a Telex, meg még mit tudom, milyen újságok, lapok, és hát most minek. Még nekem is írtak az Instagramon egy srác, hogy hát, hogy ő megölné. Na most ugye én alaposan megnéztem ezt a videót, hát azért szeretném hozzátenni, tehát hogy például ez egy tök jó gyakorlat megnézni egy ilyen dolgot, amire így alapvetően fölkapod a vizet, és így berágsz, és tényleg körbe se járod, azonnal lefejeznéd a Dalai Lámát. Gondolkodás nélkül a többség. Majd erről is beszélek a végén, hogy ez milyen izgi, így az embereket illetően. De megnéztem ezt a videót, tehát azért ez nem egy Bite Zsolt videó volt, hozzátenném. Én őszintén megmondom nektek, és nem a Dalai Lámát akarom védeni, és kritikát is fogok gyakorolni ez az ügyel kapcsolatban, ez csak az én szűröm, nem kell magatokévá tenni. Én semmi szexualitást nem láttam ebbe a videóba. Ez az első, amit ki szeretnék jelenteni. Tehát a szexet, mint olyat megjelenni ebben a jelenségben, semmit nem láttam. Zavarba lévő kisfiút azt láttam valóban, meg ott környéken nagy kacajokat, tehát ott mások se láthatták ebbe a szexualitást. De érthető egyébként, hogy mint egy rósár tesz, majd erről is beszélek, hogy itt például az agyabban mennyire ezt kapcsolta be. Persze nem zárom ki a lehetőségét, hogy vénkecske meg akarta nyalni a sót, de én ezt nem láttam benne. Tehát lehet, hogy volt ilyen, én magam nem láttam a szexualitást benne. És mondom még egyszer, nem vagyok a lámának a ügyvédje, meg semmit, tisztán próbálok egy olyan látásmódot átadni nektek, amit én tapasztaltam ebben. Aztán kicsit mélyebbre ástam, és hát azt tudni kell, hogy van egy tibeti hagyomány, tehát ugye a Dalai Láma az tibeti, és az a lényeg, hogy Tibetben van egy olyan hagyomány, hogy a tibetieknél a tisztelet, a barátságnak a jele, tulajdonképpen egy köszöntés, az, hogy így... kidugják a nyelvüket, és összeérintik a homlokukat, és a többi. Na most ennek van egyébként egy ilyen misztikus hátszele, vagy ilyen a tibeti misztikában, vagy mondavilágban egy ilyen előzménye. Tehát valamikor a 9. század körül volt nekik egy királyuk, aki állítólag megszállt az ördög, vagy ilyen Wicked Kingnek hívják, vagy mint a Trónok harcában Mad King, és ahogy ugye megszállták a démonok, ilyen démon király volt, fekete volt a nyelve. És tulajdonképpen, mikor köszöntenek téged így, akkor azért dugják ki a nyelvüket, mert hogy bizonyítsák, hogy ők nem a démon királynak, vagy a Wicked Kingnek ez a reinkarnációi. Tehát van egy ilyen hagyomány Tibetben. Na most, persze nyilvánvalóan, tehát, hogy ahány fele vagyunk a bolygón, annyiféle hagyománya, látásmóddal, szűrővel rendelkezünk, egyébként ugye ez tök izgi, hogy mit, hogy látunk. Még az sem mindegy, tudom, azt mondta, hogy szakmájtang,
hogy ezt hogy lehet értelmezni, hát ugye a mi fejünkkel ez nem egy kérdéses értelmezés, hogy minek értjük ezt, hogy szakmájtang, de egyébként nem biztos, hogy a tibeti nyelven gondolkodó tibeti láma angolra fordított mondata az ő fejébe ugyanazt jelenti, amit egyébként itt a európai fejekbe. Tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy így van. Na de vissza a témához, tehát ugye tulajdonképpen annyi történt, hát volt egy szájra puszi, azt láttuk, az se volt, tehát az nem volt szexuális, tehát ha az szexuális, bazeg, akkor a keresztapa kettőnek a végén a Michael Corleone meg a Fredo Corleone csókja, az pedig egy szenvedélyes valami, így a európai kultúrkörön belül. Tehát, hogy például Olaszországban, családon belül, Szicíliában szájon csókolják egymást a testvérek, meg a családtagok sokszor. Tehát, hogy ilyenek vannak, ilyen mindenféle szokások, meg ritusok, meg mindenféle történet. Tehát talán érdemes ezt tudni. Tehát még egyszer mondom, nem akarok senkit semmiről meggyőzni, csak például ezt talán érdemes tudni ahhoz, hogy egy kerekebb képet alkothassunk ezzel kapcsolatban. Na most, viszont, hát hogy kidugta a nyelvét, meg mondta, tehát, szóval egyébként, ha valaki tamba jár, azt tudni kell, hogy annak a nyelv csak egy nyelv. Tehát az nem feltétlenül egy szexuális eszköz a nyelv. Egyébként azt is mondhatja, hogy nyugodtan bekaphatod, nem száll meg az ördög. Mondjuk csajoknak is ezt mondjuk, hogy bekaphatod nyugodtan. Nem lesz semmi baj. De hát bízom benne, hogy az öreg nem ilyenre gondolt. Én ezt nem láttam benne, mondom még egyszer. De most, ami a tanulság, és ami nagyon fontos, és ami buddhista tanítás ezzel kapcsolatban, és hogy miért kérhetett elnézést. Egyébként ez egy vicces pali, ez a Buddha, vagy nem a Buddha. A Buddha is nagyon vicces különben, de a Dalai Láma is egy ilyen humorherold. Tehát ő egyébként rendszeresen lök ilyen poénokat, mindenféle ilyen hirtelen, ilyen zenbocsapásszerűen bejövő poénokkal szórakozik. Aki elment már ilyen előadására, vagy kapcsolatba került vele egy beszélgetés során, vagy valamiféle akció során, tehát ilyen nagyon meglepő dolgokat tudám prezentálni. Egyébként, ha zen gyakorló vagy, és zen koan gyűjteményt olvasol meg minden, akkor az ilyen történetek azért annyira nem meglepők, de ettől függetlenül, ugye, mint állandó az, hogy történik valami, amivel kibillentenek ebből a valóságból, amiben létezel, azért azt is hozzátenném, hogy mondom még egyszer, homlok összeérintés volt. És ez ilyen poénkodott, de nem egy jó poén volt, majd azt is elmondom miért, de ez nem szex volt. Az az igazság, sőt, hát ugye fölhívta a figyelmét mindenkinek, hogy arra törekedjenek, hogy azokat az embereket kövessék, akik nem a háborút, a haragot, a dühöt prezentálják, hanem akik a szeretet nevében lépkednek. Ami, még egyszer mondom egyébként, tehát a buddhista kolostorokban is emberek vannak, mint szerzetesek, hát tudjuk, jó, nem olyan régen, valamelyik buddhista kolostorban, meg az összes szerzetesben volt spidesz. Az az én kolostorom. Én oda mennék gyakorolni. Tehát ott hogy ülsz? A beamfetaminozott kolostorba, érted? Ahol mit tudja, hány kiló amfetamin találtak a tájföldi hatóságok, vagy valami ilyesmi volt, az is volt hírbe. Tehát, hogy itt is emberek vannak, akik követnek el hibákat, meg vannak erényeik, meg vannak ugye olyan dolgok, amiket jobb, ha levetköznek, stb. És ugye ez vonatkozik a Dalai Lámára, meg a Ferenc pápára, meg mindenkire, rám is, rátok is, mert emberek vagyunk. De szóval, hogy mi a lényege, mi a tanítás ebben sok szempontból. Szóval a Buddha azért volt egy zseniális tanító, mester, és azért volt megvilágosodott lény, és azért tudott túllépni bizonyos határokon a leírások szerint, illetve hát azokkal a módszerekkel, amiket maga után hagyott, mert ő azért annyiban marha jó fej volt, hogy nem csak azt mondta, hogy ha megdobnak kőve, dob vissza kenyérrel,
hanem hagyott arra módszereket, hogy elért valahogy, hogy ne dobjanak meg kő, és neked ne kelljen kenyérrel se dobálni. Tehát ebben egy nagyon ügyes tanító volt, tehát nem csak irányt mutatott, meg viselkedett valahogy, hanem adott használati utasítást is, hogy mit érdemes csinálni. És neki egy nagyon fontos alapköve a upája. Ez az upája szó, ez azt jelenti, hogy okos módszer, ügyes módszer. Tehát a tanítónak mindig olyan eszközzel kell átadni az üzenetet, hogy a tanítottak azt be tudják fogadni, és a magukévá tudják tenni. Szóval hol hibázott a Dalai Láma, hogyha nem perverz 85 éves pedofil, ami azt gondolom, hogy azért nem lehet az, mert tehát az ilyen nagyon pofátlan. Tudom, hogy a Joe Biden, tehát azért még a Joe Biden is ilyen óvatosan simul a kislányokhoz, és elnézi neki egy egész Amerikát. Most azok után, hogy most azt mondta az öreg, hogy kapd a nyelvem, most mit kell ezen így felháborodni? A Joe Bidennek az óvatos simulásait elnézi az egész világ, nem? Tehát most akkor mi a gond? Bite Zsolton már túl voltak egy másfél nap alatt. Pedig az aztán, azért még a TASZ is kiállt. És ami a lényeg, tehát hogy tegyük fel, hogy nem pedofil, mert ha pedofil lenne, akkor valószínűleg nem kamerák előtt a világ szeme láttára csinálná ezt Dalai Lámaként. Tehát az úgy olyan fura lenne nekem. Tehát ekkora terhelőt nem tesz magára senki. Jó, egyedül a Gyurcsány, az megteszi a terhelőt magára, de hát most már Gyurcsányról azt is tudjuk, hogy a DK meg ő a Jézus. Tehát azért voltak még itt ilyen szentségtörések így húsvét alkalmából. Na most tegyük fel, hogy nem az. De mégis ügyetlen módszert alkalmazott a láma, és miért? Hát azért, mert a tibeti hagyományt, azt már ha lemennek a Lankás Indiába, azt már nem úgy ismerik. Persze nyilván lazábban kezelik, meg minden, de már ott sem úgy ismerik. Na most világszerte, meg teljesen más szokások vannak. Tehát lehet, hogy valamit csinálsz Tanzániába, tanzán szokás szerint, és azt hiszik, érted, Amerikába, vagy Új-Zélandon, hogy ez egy micsoda beteg dolog. De az Tanzániában egy teljesen működőképes dolog. Tehát amikor valaki univerzálisan gondolkodik, és univerzálisan képvisel egy tant, akkor figyelni kell arra, hogy tulajdonképpen a tant mindenki, a tan üzenetét mindenki tudja fogni, és át tudja venni. Márpedig, mint látjuk, hát ez az akció, ez az egy kivertebb biztosítékot, főleg itt a világ nyugati felén. Tehát ez nem csak itt megy most, hanem egyébként Amerikába is. Tehát mit tudom én, a Willie D nevű rapper Ghetto Boysból egyik nagy kedvencem is kirakta, és az már ilyen LGBTQ-t rakott hozzá, meg minden. Az jó, az mondjuk nem zavarja, hogy ő minden gádzsit szanaszét ribancozott az összes lemezen, meg emberölést propagált. De ezt jó magam is csináltam gangsterrap lemezeket. Nem is egyet, nem is kettőt. Tehát azért mondom, hogy mindig ugye érdemes azért nézni, hogy mi van, teljes képet. De amiben ügyetlen volt a láma, hogy nem számolt azzal, hogy a cselekedetét a világ csomó részén egy csomó ember félreértelmezheti. És kihozhat belőle egy olyan dolgot, ami esetleg nem volt a szándékában. És ezáltal olyan helyzetbe keveri magát, illetve azt a tant, amit képvisel, ami nem csak, hogy számára kellemetlen, meg a tan számára kellemetlen, hanem hátrányos is, mert esetleg ellenszenvet ébreszt egy olyan tan iránt, ami az embereknek igenis nagyban tud segíteni.
Főleg ezekben az időkben, amikor ugye folyamatosan vesztik el a dolgaikat az emberek. Hát, hogyha nézzük, mindent elvesztünk, fundamentumokat, családot, Istent, tudományt, tehát mindenben csalódni kell, ugye minden így porrá omlik előttünk, és egyre inkább érezzük és látjuk, hogy nem rendben élünk, vagy rendszerekben élünk, hanem irányított káoszban vagyunk. Tehát ebben az irányított káoszban való eligazodásban a Buddha útja az egyik legbiztosabb út, ami segíthet neked épségben maradni, egyben maradni. Tehát amikor például a Dalai Láma, ugye ő azt hitte, hogy kedvességet gyakorol, meg mondom megint, én igyekszem a helyeset feltételezni ő szentségéről. Tehát ő azt hitte, hogy kedvességet gyakorol, de egy csomó emberben meg zavarodottságot keltett. Meg félreértéseket generált. Mert nem figyelt a világra univerzálisan. Tehát benne maradt a saját kultúrkörébe, és a humorát is a saját kultúrkörén belül gyakorolta. És ez, mondom, tanban járók számára lehet vicces, vagy tanító jellegű. De egy csomó ember számára meg ijesztő, meg viszolygást kell, stb. Mert utána fölruházzák még pluszban a saját képzeteikkel, és megszorozzák öttel. Tehát tudjátok, hogy hogy szoktak kialakulni ugye a nagy balhék. Hogy mit tudom én, Zoli mondja Kálmáról, hogy Kálmá jó fej gyerek, csak egy kicsit ilyen, és aztán mire eljut Kálmánig, addigra már úgy tudja Kálmá, hogy Zoli azt mondta róla, hogy egy büdös köcsög vamzer, aki még be is szarik tőle. És akkor ebből lesz egy ilyen haddelhad, értitek? Tehát így terjednek ezek a történetek, meg dolgok. Na most, tehát egy olyan szintű vezetőnek, vallási vezetőnek, mint a Dalai Láma, erre nagyon oda kell figyelni, hogy hogy prezentálja a tant, hogy hogy adja át az üzenetét. Mert ugye ő rá mindenki figyel, tehát a világnak kvázi a másik legismertebb embere. Pápa után. Úgyhogy ebbe hibázott. De mondjuk bocsátot kért, persze sokan vannak itt, akik nem akarnak neki megbocsátani. Tehát megölnék, értitek? És ugye ez az, ami nagyon érdekes számomra még. Tehát, hogy bármilyen hibát is kövessen az ember, vagy egy másik emberi lény, szóval az megjelenik a mi világunkban, és aztán jön egy ilyen ítélethozatal, hát nagyon könnyen lesz rögtön ítélő bíró mindenkiből. Tehát azért mondom, tök érdekes kötődés volt nekem, ahogy így ez a lincs hangulat, ami kialakult. Tehát, hogy megölném, darabokra tépném, összezúznám. Ha az én gyerekem lenne, ez lenne, az lenne, amaz lenne. Tehát milyen könnyen lesz mindenkiből ilyen potenciális gyilkos, ugye? És most felejtsük a Dalai Lámát. Tehát, hogy történik valami, ami egy picit triggereli az embereket, és egy másodperc alatt mindenkiből potenciális gyilkos lesz. Szóval azért az ijesztő, hogy milyen könnyen lennének az emberek gyilkosok így legalábbis hajlamokba, tehát meg így szándékszerűen. Ez a kemény, tehát, hogy ilyen potenciális gyilkosok szaladgálnak az utcán, akik aztán szerencsére többnyire nem jutnak el a gyilkosságnak a tettéhez, vagy cselekedetéhez. Tehát ez viszont így tényleg érdeklődéssel töltött el engem. És akkor a kellőképpen körbejárjuk ezt a történetet, ahogy én ezt megpróbáltam, feltételezve a legjobbat, igyekezve a legnagyobb együttérzést gyakorolni, és persze a kritikámat is megtéve, hogy aztán milyen szintű dolgok meg egyáltalán nem érdekesek. Tehát, hogy ezen potenciális gyilkolás van, de például a háború, ugye, az így nem zavarja az embereket, vagy hogy atomfegyverek vannak.
Tehát azért az atomfegyver az rosszabb, mint amit a Dalai Láma csinált, nem? Meg az atomfegyver bevetésének a lehetősége. Hát az még a Bite Zsoltnál is rosszabb, talán. És az nem zavarja az embereket. Hogy a világ legkellendőbb áru cikke, tudjátok mi az? Nem a kokain. Kalasnyikov. Tehát, hogy a világ legkedveltebb, legnagyobb forgalomban elfogyó áru cikke, a kalasnyikov, az nem zavarja az embereket. És ezen robbannak. Tehát, hogy ez egy ilyen rosárt teszt, és egyébként, hát ahogy így ezt bele nézték az emberek, ezt a történetet, és lehet, hogy pedofil a Dalai Láma, miért ne lehetne? Tehát lehet pedofil is. Nem mondom, hogy nem lehet. Én nem láttam benne ezt a fajta jellegű dolgot, rendesen megnéztem azt a videót, mondom még egyszer, én a szexualitás nyomát nem láttam ebbe a történetbe, de mondom, ügyetlen volt, mert megengedte, hogy más beleláthassa ezt. És, de az azért kemény, hogy ezek az indulatok, meg amit az emberek beleláttak, meg beleszoroznak, meg ugye egyáltalán, hogy a gyerek is ilyen helyzetben volt, zavarba volt, vagy mit tudom én. Tehát, hogy azért látjuk ezt bele, mert egy ilyen világban élünk. Tehát, hogy a Dalai Láma képében belevetítjük azt a világot, amiben élünk. Mert ebben élünk, mert ugye azt hazudják nekünk, hogy mi egy egészséges világban élünk. De mi látunk egy jelenséget, és egyből a szörnyűséget látjuk meg benne. Tehát nagyon sok mindenben látjuk meg a szörnyűséget, a legrosszabbat, semmiről nem feltételezzük a jónak a lehetőségét, vagy azt, hogy most ez egy rossz poén volt, vagy semmi, most attól függetlenül, hogy az volt, vagy nem, vagy egy rosszul elsült vicc, ami szerintem ez egy rosszul elsült, rossz irányba, rossz tárgyat, már idézőjelbe vett tárgyat, tehát a vicc tárgyának, vagy egyik szereplőinek választott kisfiút, mondom, tehát ez egy teljesen helytelenül, bután elkövetett dolog volt, de én ezt a rosszat nem láttam bele. De meglátják benne az emberek a szörnyűséget, mert valóban a világban szörnyű helyzet van. És a hétköznapok szörnyűségei megjelennek minden egyes visszatükröződésbe. És akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy mi van az embereknek a fejébe. Milyen érzelmek. Milyen gondolatok. Szóval nagyon sok kérdést felvet ez a sztori ilyen szempontból, és érdemes egy kicsit körbejárni, de azt hiszem annyi volt benne, hogy beszéljünk róla egy csöppet. Bízom benne, hogy másképp alakul majd a világ sorsa, mert egyre többen valóban felébrednek, és rájönnek arra, hogy szoszi van a futrinkába. Én meg örülök, hogy itt voltatok, és meghallgattatok. Ha úgy gondoljátok, hogy érdemes megosztani, akkor adjátok tovább ezt a videót. Köszönöm. És hát maradjatok továbbra is velem. Sziasztok. Have a good night. Sleep. Csumidesz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!